Megkezdte a felkészülést a Haladás Viktória FC női élvonalbeli labdarúgó együttes a 2021-22-es bajnoki nyitányra. A legutóbbi évadban alaposan megfiatalodott a szombathelyiek csapata, és a sérülések is megtizedelték a keretet, így végül a hatodik helyen fejezte be a pontvadászatot a 8 együttest felsorakozó Simple Ligában. A nyári holt szezonban nem tétlenkedett a klub vezetősége, és Kis Tamás klubmenedzser munkájának köszönhetően 9 labdarúgót, közte egy jamaikai és egy bosnyák válogatottat sikerült szerződtetnie a Vasi Gárdának. A keret egységessé kovácsolása lesz az elsődleges feladata a felkészülési időszakban, hasonlóan látja a szombathelyi együttes csapatkapitánya is. Rengeteg feladat áll előttem és a csapat előtt, úgy gondolom. Ugye elsőként előttem az áll, hogy ebből a nagy létszámú igazolásból egy csapatot tudjunk létrehozni. Úgy gondolom, hogy iszonyatosan jó úton vagyunk, mert annyira jól beilleszkedtek már most a lányok. Már azért már most egy közösséget alkotunk, és úgy gondolom, hogy ez a bajnokság kezdetére csak még jobb tud lenni. Akadt távozója is a Vasi alakulatnak. A 19 esztendős Fürdős Beatrix, a Viktória saját nevelésű labdarúgója, az olasz élvonalba frissen feljutott Láció csapatába igazolt. Székely Tibor vezetőedző szerint ugyanakkor a friss érkezőkkel sokkal ütőképesebb Viktóriát láthatnak majd a szurkolók a szezon kezdetekor. Hála Istennek, a vezetőségnek, illetve ugye a lehetőségeknek föl tudtuk növelni a létszámot, tudtunk erősíteni. Céljaink vannak, szeretnénk stabilizálni a helyünket az NB1-be, minél előbbre, amennyire lehet, dolgozunk érte. A Haladás Viktória FC a 6-7-es felkészülése során 5 edzőmérkőzést is vív majd. Az elsőt vasárnap 16 órakor a másodosztályú MOL Fehérvár otthonában.